Jó estét kívánok, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora szeptember 27-én szerdán. Nagyszabású kiállításon és vásáron mutatkoztak be a Vármegye közfoglalkoztatottjai a múlt héten Nyíregyházán. A színes kavalkádról is szó esik ma, nézzük a kínálatot. Bölcsődék Vármegye szerte. Volt, ahol átadták, volt, ahol még most indul az építkezés. Kitüntetés, miniszteri elismerést kapott Kis Ferenc. Kiállítás és vásár. A vármegyei közfoglalkoztatottak mutatkoztak be Nyíregyházán. Gombamód nőnek ki a földből Vármegye szerte a bölcsődék. A múlt héten Kislétán és Vásárosnaményban adtak át intézményeket, míg Újfehérton most kezdődik az építkezés. Karab Zoltán foglalta össze a történéseket. Egy teljesen új építésű, 254 négyzetméter alapterületű bölcsődét avattak Kislétán. A polgármester azt mondta, sokan kételkedtek a beruházás sikerességében, aztán kiderült, még a vártnál is nagyobb volt az igény. Vidéken vagyunk. Városon jellemző, hogy bölcsődébe elviszik a gyerekeket, eddig vidéken nem volt erre jellemző, de megcáfoltuk, és nagyon sok gyerekünk van, 20 gyerekünk jelentkezett. Mikor volt a pályázati lehetőség, gondolkoztunk, hogy két csoportszobás legyen, egy csoportszobás, de nem mertük bevállalni a két csoportszobát, pont ebből kifolyólag, hogy lesz rá igény, nem lesz, de már bánom az igazság, és mindenképpen nagyon pozitív az óvoda visszajelzése, hogy azok a bölcsődés gyerekek, akik az óvodába elmennek, teljesen másképp állnak az óvodához, és teljesen felkészültőbbek az óvodai évekre. Kisléta önkormányzata 154 millió forint támogatást pályázott sikeresen az Európai Uniótól, így a szomszéd telkeken lévő óvoda és idősek otthona mellett most már egy csoportszobás bölcsődét is tudnak működtetni. Valamelyik családnak az a segítség, ha tovább maradhat otthon, nekik szól a gyes kiterjesztése 3 éves korig. De van, aki azt szeretné, hogy minél hamarabb visszamenjen dolgozni, fogalmazott Rétvári Bence államtitkár. Abban is segítünk, hogy a magyar állam, ami Európában sem minden országban adott, ingyenesen ellátja a gyerekeket, sőt, még ugye a gyerekek 80-90%-a az étkezését is a bölcsődékben ingyenesen kapja meg, és az is fontos, hogy ez nem csak a nagyvárosokban adottság, hanem a kis településeken is. Azt akartuk, hogy ne az befolyásolja valakinek a gyermekelhelyezési lehetőségeit, hogy egy sok tízezeres vagy százezeres nagyvárosban él, ahol van bölcsőde, vagy egy pár ezer lelkes kis településen, ahol nincs bölcsőde, mindenhol legyen lehetőség bölcsődébe vinni a gyereket, akkor, hogyha ő dolgozni szeretne, vagy dolgoznia kell. Ezért fontos, hogy 10 év alatt közel duplájára nőtt a bölcsődei férőhelyek száma, és ráadásul ma már 3-szor annyi településen érhető el a bölcsődei közszolgáltatás, mint korábban, tehát a kisebb településeken is elérhető, és a bölcsődei intézményeknek a száma pedig 4-szeresére emelkedett országszerte. Felépült a új óránk, örüljetek gyerekek! Hatalmas szép ablakokon, a napfénye bejajon, a körül nézzük minden falat, átölel és mosolyog! Az óvodások műsorával kezdődött az új Édenkert bölcsőde és óvoda átadója Vásárosnaményban. A tiszántúli református egyházkerület fenntartásában lévő, csaknem 1000 négyzetméteres épületben két óvodai és két bölcsődei csoportszobát alakítottak ki, amelyekben összesen 75 gyermeket tudnak elhelyezni. Igazán mi május közepétől kezdtünk el aktívabban részt venni a óvodának a működés engedélyeztetésében, Istennek hála ez augusztus végére meg is lett. Két óvodai csoportot tudtunk beindítani, erre kaptunk működési engedélyt. Összesen 42 óvodás gyerekünk van a két óvodai csoportban, illetve az épületben helyet kapott még két minibölcső, de az egyikben 7, a másikban pedig 8 gyerek van. A minibölcsődékben 5 munkatársunk van, míg az óvodákban pedig 4 munkatársunk dolgozik. A református egyház újonnan épített vagy felújított óvodáiban 3200 új óvodai férőhelyet alakította ki, amely fontos része a kormány családpolitikai fordulatának, mondta el Soltész Miklós államtitkár. Olyan intézkedéseket is meg kellett tennünk, amelyek adott esetben családokat akkor is segítik, amikor a szülők dolgoznak, vagy pedig más elfoglaltságaik miatt nem tudnak a gyermekekkel foglalkozni, és ezért kellett nagyszabású óvoda, mini bölcsöde, vagy pedig bölcsöde programba belefogni. Így készültek el például a református óvoda program kapcsán azok az óvodák, amelyek szerte az országban 71 új óvodát jelentenek, 3200 új férőhelye, és ez egy óriási nagy szám.
Újfehértó egy városszéli területén, a Májvás kertben már régóta nagy az igény egy bölcsőde építésére. A vármegyében jelenleg 4 református bölcsőde működik, az 5. lesz a jövőre megnyíló újfehértói intézmény. Az alapkő és az időkapszula elhelyezésének alkalmából tartott rendezvényen elhangzott, a keresztény nevelés célja, hogy a gyerekek minél korábban megismerkedjenek a Biblia tanításával. Alapvetően a református egyház szemlélete és a keresztény egyház szemléleteit hordozza, ami azt jelenti, hogy több nemzedékben gondolkodunk. Tehát amikor a gyülekezeti közösségeket tartjuk a szem előtt, akkor az mindig a születéstől egészen az elmúlásig tart. És azt gondolom, hogy az egyház üzenete egészen kicsi gyermekkorban meg kell, hogy fogalmazódjon az ember felé, a kicsi emberek felé, azért, hogy minél hamarabb megértve az Isten csodáját, hazavíve a családokba, megélve a közösségbe, egyértelművé váljon a gyermekek életében az, hogy stabil gondolkodású, idegrendszerű, elhatározású emberek lesznek belőlük. Újfehértón az is elhangzott, hogy 2018 óta mintegy 5 milliárd forintot szánt a kormányzat a térségben épülő bölcsődékre. Simon Miklós országgyűlési képviselő elmondta, az oktatási intézmények építésének, korszerűsítésének és bővítésének legintenzív időszaka az elmúlt 4 év volt. Összesen 100 programban 14 milliárd forint értékű fejlesztés, intézményfejlesztés érkezett oktatási, nevelési intézmények fejlesztésére az elmúlt 4 esztendőbe. Ebből itt Újfehértón milliárdos fejlesztések valósultak meg, kedves újfehértói polgárok. Ha összeszámoljuk, jóval milliárd felett van az iskolákra, óvodákra, bölcsődékre költött pénzösszeg. Az új, jövőre megnyíló bölcsődében 2 csoportszobát alakítanak ki. A beruházás mintegy 411 millió forint európai uniós és állami forrásból valósul meg. Múlt héten vette át Nyíregyházán a kulturális és innovációs miniszter elismerését Kiss Ferenc, a Nyíregyházi Egyetem környezettan intézetének vezetője, számos díj többek között a Magyar Érdemlem lovagkeresztje kitüntetés tulajdonosa. Vendégem a díjazott, dr. Kiss Ferenc, jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ez egy nagyon komoly életpályának a, ha nem is a lezárása, de elismerése mindenképpen a miniszteri díj is, de talán az állami díj még inkább, ez egy magas díj. Jól esik az embernek, gondolom, hogy egy pályát így összegeznek mások. Mindenféleképpen, mert hogy nyugodtan mondhatjuk, hiszen nyugdíjba megyek, tehát ez egyfajta lezárás is így kerek. Tehát az előzetes beszélgetésekből is, ahogy mondtam, azért végig gondolva, hogy 30 évvel ezelőtt, amikor megalapítottam a környezettudományi tanszéket, de itt Balogh Árpád nevét feltétlenül meg kell említeni, korábbi rektorunkat, aki akkor olyan vezető pozícióban volt, hogy igazából ezt csak együtt tudtuk csinálni. Szóval nem igazán látszott, hogy környezettudatosság, fenntarthatóság is ilyen, hát hogy is mondjam, kulcsszavakkal karriert lehet befutni, hogy azt mondjam. Sajnos a valóság utolért bennünket, ez teljesen egyértelmű, sőt annyira utolért bennünket a valóság, hogy körülbelül 20 évre visszamenőleg megvizsgálták azokat a klíma modelleket, amelyeket a Harvard, az MIT, Berkeley, NASA, tehát csupa csúcskategóriás egyetem és intézet készített, és az eredmény az volt, hogy mindegyik jól tippelte meg a trendet, az ránk nézve nem annyira jó, mert hogy azt jósolta, hogy baj lesz, hogy így folytatjuk tovább. És mindegyik rossz volt valamiben, ez a rosszabb hír, abban voltak egységesek, és abban hibáztak, hogy sokkal, de sokkal enyhébbnek tüntették fel a változásokat, mint az, ami valójában megtörtént. Inkább azt tudom, talán az a legjobb, ha azt mondom, hogy amit 2100-ra jósoltak klímaügyben, már mögöttünk van sajnos. Hát ez nagyon elgondolkodtató. Az ön pályáját nézve ugye számos lehetőség közül választott volna, hiszen járt az Egyesült Államokban dolgozott, Franciaországban dolgozott.
Miért éppen maradt Nyíregyháza? Szóval ez egy elhivatottság? Ez valami olyan érzés, ami nem enged az embert elmenni onnan, ahova való? Erre nagyon egyszerű válasz. A hallgatóim is feltették azt a kérdést, hogy tanár úr, San Franciscót, a San Francisco jövőt, Csendes óceán, Golden Gate, Alcatraz, azt ott hagyni Nyíregyházáért? Mindig azt mondtam, gyerekek, simán. Miért? Mert itt érzem otthon magam. Azt tudja igazán, aki elszakad a szülőhelyétől is. Egy korábbi podcastban beszéltünk is róla, hogy hát gondolj csak bele, én rakamazon kimentem az udvarunkról, kiálltam a kapuba, láttam a Tokaji hegyet, ha balra elmentem, 5 percet sétáltam, ott volt a Morotva, lejjebb az Aranyosárok, ha 2 kilométert mezítláb átszaladtunk Tokajba, ott volt a Bodrog, ott volt a Tisza, hát lehet, hogy a San Francisco jövőből szép, a Golden Gate-et úgy nézzük, hogy hú, ott valami csoda van biztosan, de az nem az otthonom. Ennyire egyszerű. Itt érzem itthon magam, és mindig azt mondtam, itt tudom, hogy ki a barátom, ki az ellenségem, bár most nem tudnék egyet se felsorolni a barátokból, annál inkább. Szóval ez ennyire egyszerű, és én nagyon bíztam abban, hogyha hazajövök. Nagyon érdekes, röviden elmondva a történet, 1989. március 23-án érkeztem az Amerikai Egyesült Államokba, Chicagóba. Reggel, amikor felkeltem, az első hír az volt, hogy a Alaszka partjainál egy tanker katasztrófát szenvedett, és Alaszka partjai borzalmas szennyezés következtében pusztulnak, és a többi, és a többi. És a hajónak az oldalára az volt írva, hogy San Francisco. Én éppen San Franciscóba tartottam a következő héten. Hát ez érdekes, sorszerű. De én ott nagyon sokat tanultam, és úgy jöttem haza, hogy ezen a területen valamit tenni kell. És óriási szerencsém van, az elmúlt évtizedek ezzel teltek el. És a diákok ezt szerintem díjazták is, én megnéztem a Mark My Professor oldalon, hogy önről mit írnak a diákok, nem tudom mikori az adathalmaz, de nagyon érdekes. Követelmények teljesíthetőségében 4,8-at kapott a diákoktól, segítőkészségben is majdnem 4,8-at, felkészültségben 4,85-öt, tehát még magasabb volt, összesen 4,75 az átlag. Azért ez egy jeles. Nagyon örülök neki. Az az igazság, hogy a Mark My Professort nem néztem mostanában. Érdemes egyébként megnézni. Korábban megnéztem, amit nem moderáltak azokat a részeket. Nekem is volt olyan, amit moderáltak, mert nyilvánvalóan, amikor figyelmeztetem a hallgatókat arra, hogy jó lenne életmódot változtatni, és az, amit tesznek, de nem direktbe, csak példákat mondok, hát annak nem mindenki örül. Teljesen egyértelmű, de ez egy ilyen terület. És amikor előadásokat vállalok, akkor is mindig azt mondom, hogy nekem a legfontosabb, hogy szemléletet váltani. Azt segítsem, és ez nem egyszerű. Ugye ez a tudományterület, amelyel ön foglalkozik, ez ma nagyon kurens, nagyon-nagyon sokan gondolják, hogy értenek hozzá, miközben nem, viszont nagyon meg kéne becsülni azokat a szakembereket, akik értenek hozzá, ökológia, a vízzel kapcsolatos tudomány, kémia, biokémia, szóval minden olyan, ami mindennapos mostanság. Hogy látja, merre tartunk? Ugye a beszélgetésünk elején mondta, hogy nem jó irányba, de mennyire nem jó irányba? Lehet ezen még valamit korrigálni, vagy most már inkább arra kell majd felkészülnünk, hogy ezekkel a negatív tendenciákkal hogyan tudunk együtt élni? De röviden akarok válaszolni. Muszáj változtatnunk, és együtt kell élnünk azzal, ami nem fog tudni változtatni. Egy kicsit hosszabban azt tudom mondani, hogy az elmúlt 30 évben nagyon sok pozitív változás történt, és azt tudom mondani, hogy a legújabb statisztikák szerint 10 emberből 9 belátja, hogy a klímaváltozás az egy komoly probléma, belátja, hogy valamit tennünk kell, mert mégis ugye utánunk jönnek a gyerekeink és az unokáink, tehát nem mehetünk úgy el, hogy valami olyan környezetet hagyunk hátra, amit mi tettünk tönkre, és akkor rájuk toljuk azt, hogy na oldjátok meg, ez nem fair. Ez generációs problémának hívhatjuk. Van egy kollégám az ELTE-ről, azt mondta, hogy ez egy generációs bomba, ami nagyon ketyeg. Tehát azt tudom mondani, hogy az átlagembert nézem, és ez az Európai Unióban is jellemző, Magyarországon is körülbelül így van, 10-ből 9 úgy gondolja, hogy valamit tenni kell. Ez nagyon jó, ez nagyon pozitív változás.
A rossz az, hogy nem elég, hogyha magánemberként teszünk. Mert megint csak egy külföldi tanulmányt nézve, ha a problémát 100%-nak veszük, akkor 90%-ból 10%-ban mi magánemberek nagyon sokat tehetünk. Milyen autót választunk, szelektív hulladékgyűjtés, a környezet, természetvédelem, stb. Stb. Viszont a 90% micsoda, a gazdasági szakemberek, pénzügyi szakemberek, és azok a döntéshozók, akik a törvényeket megalkotják és megszavazzák. És ez a szakértő azt mondta, hogy na itt van a baj. Mondjak egy példát? Igen. Nemzetközi nagy bankok a mai napig nagyon komolyan finanszírozzák a szén, olaj és gáz kitermelést. Azaz mit? A klímaváltozást. De ugyanígy mondhatnám, hogy vajon rendelkezünk-e olyan szabályokkal, ami engem arra kényszerít, hogy változtassak. Ez hát azért is forró téma, mert ugye sokan gondolják azt az országban, de Nyíregyházán is, hogy ugye a most a gombamúlt szaporodó akkumulátorgyárak ügyében, még hogyha szigorúak is a magyar hatósági szabályok, nehogy szó valaki ki tudja játszani. Képesek vagyunk megfogni, hogy azok úgy működjenek, hogy azok a gyermekeink, unokáink számára is egészséges környezetet tartsanak meg, vagy nagyobb hatalom a pénz? Nehéz kérdést kaptam, de azt tudom mondani, hogyha visszamegyünk a gőzgépig, azt is lehet egy jól is, rosszul is csinálni. Visszamegyünk a belső égésű motorig, jól is, rosszul is. Látjuk, hogy azzal, hogy a gőzgép belépett a termelésbe körülbelül 200 évvel ezelőtt, óriásit változott a termelékenység. Viszont azzal együtt elkezdődött a globális környezetszennyezés is. Azzal, hogy egyre több embernek lett autója, még az elektromos megjelenés előtt, azt úgy éltük meg, hogy szabadabbak vagyunk, többet utazhatunk, egyszerűbb az életünk. Viszont az autóval rátettünk még egy lapáttal, és most azon gondolkodunk, hogy hogy oldjuk meg a problémát, hiszen mondok egy példát. Ugye a Covidot mindenki nehezen élte meg. De én a hallgatóinak szoktam mutatni, vagy mutattam azokat az ábrákat, hogy a Covid alatt, amikor majdnem egész Európa karanténban volt, akkor tudtunk olyan kibocsátási értékeket produkálni, ami szükséges lenne minden nap. Ez döbbenetes, tehát akkor annyira vissza kellene fogni magunkat? Igen, vagy annyira kellene váltani? Szóval az elektromos autóra. Az elektromos autó egy lehetőség. Mert meg lehet azt csinálni, összehasonlítva mondjuk, ha egy benzines vagy egy dízel autóval. Bármit is teszek, amikor megyek, a széndioxidot bocsájt ki. Egy elektromos autót tudok úgy tölteni, hogy napenergia, szélenergia, megújulói sorolhatnám tovább. Tehát a mindennapi használat során nem bocsájt ki semmit. Viszont meg kell oldani, hogy a gyártás, az akkumulátor és az autó gyártása során se szennyeződjön a környezet. És ezzel szoktak még problémák lenni. Tehát azért mondtam, ezt lehet jól is, meg rosszul is csinálni. Hogy azt mondom, hogy hidrogénhajtású autó, ami szintén elektromos. Ha benne ülök, mondjuk innen elmegyünk Budapestre, végig olyan tiszta vizet bocsájt ki magából, vízpárát, gőzt, amit meg lehetne inni, sőt, túl tiszta, nem érdemes meginni. De ezt finanszírozzák, az előbb mondtam, a nagy bankok, vagy az olaj, szén, amiben a nagy pénz van. Tehát ez egyszerre jó, hogy környezettudatosabbak vagyunk, másrészt pedig jó lenne úgy együttműködni a döntéshozókkal, az érdekeltekkel, hogy tényleg jól menjenek a dolgok. Még egy példát, a közlekedésnek a fejlődése a szabadságunkat elősegíti. Úgy érezzük, hogy elutazodok ide, oda, amoda, és most az előtérben, ahogy várakoztam, láttam, hogy van egy nagy kép New Yorkról, és őt még egy óra is van, ami 3/4-et mutat, valószínűleg már nagyon régen, azon is New Yorknak a képe van. Na most olyan tudja valaki, hogy egyetlen egy New Yorki útnak a széndioxid kibocsátása, ugye repülővel számolva, az annyi, mint egy ember egész életének az átlagos széndioxid kibocsátása. Tehát nagyon,
nagyon sok konkrétumot kellene, nagyon sokat kellene segíteni az átlagembernek, hogy tudja, hogy azzal, amit tesz, annak mi a következménye. Úgy érzem akkor, hogy most ugyan hivatalosan nyugdíjkorba lép, de feladat ezek után is lesz, még nem fogja abba hagyni az ismeretterjesztést. A következőt mondtam, mindenhol azt mondtam, ha hívtok, ha hívnak, nagyon szívesen. Ugye a város, a megye, a pustárház, tehát így mindig jövök, megyek, és hogy mennyire nehéz ezt elengedni? Annyira, hogy pontosan azelőtt, mielőtt ide érkeztem, azon gondolkodtam, hogy egy fának a széndioxid felvétele és egy autónak a széndioxid kibocsátása, az hogyan kompenzálhatja egymást? És ugye nekem az egyik szakom az matematika, gyorsan leültem, mesterséges intelligenciát bekapcsoltam, és akkor együtt kérdezgettem tőle, és gyorsan kiszámoltam, és már meg is csináltam a következő eladásom, hogy ez diát, hogy 250 kilométert, ha megyünk egy belső égésű autóval, az annyi, mint egy fának az egy évi széndioxid fölvétele. Tehát ha 10.000 kilométert megyek egy évben az autóval, az azt jelenti, hogy 40 fát kellene ültetnem. Na de ha egyszer elültettem, akkor az egész életemben felveszi a széndioxidot. Remélem, ezt majd valamelyik előadásban el fogom tudni mondani. Az nem is olyan sok 40 fa. Igen, tehát tehetünk. Tehát azért ez egy olyan példa, hogy azt mondom, igen. Sőt, hát van olyan, hogy 10 millió fa Magyarországon. Oda megyek a honlapjára, nem tudsz ültetni, mert a negyediken, tizediken akárhol laksz, viszont segíthetsz bennünket. És ott majd támogasd, és akkor mi majd elültetjük azt a fát. Úgyhogy ajánlom mindenkinek. Köszönöm a beszélgetést. Nagyon szívesen. Más témával folytatjuk. 6. alkalommal rendezték meg Nyíregyházán a közfoglalkoztatási kiállítást és vásárt. A Kossuth téren 70 település mutatta be termékeit. Réti Pál közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár kiemelte, a közfoglalkoztatás 2011-es reformja óta a munkahelyteremtésben, a településfejlesztésben és a szociális intézkedésekben is értéket teremt ez a foglalkoztatási forma. Helyi termékek, házias ízek. Igazi falusi hangulat Nyíregyháza belvárosában. A közfoglalkoztatási kiállítás és vásár idén is színes portákkal várta a látogatókat. 70 vármegyei közfoglalkoztató mutatta be standjain a járás és tartmunka mintaprogramokban előállított helyi termékeit. A vámosorosziak például savanyúságokat, lekvárokat, házias száraz tésztákat is hoztak magukkal. Szélesmetélt, cérnametélt, nagykocka, spagetti és csigatészta, és azt hiszem, hogy Szatmárba kuriózumnak számít a kötött tészta, illetve a szilvelekváros dereje. Ezt itt hoztuk, be is tudjuk mutatni, tudunk is belőle értékesíteni. A helyi és értékteremtőben elvileg savanyiságot is készítünk, a megtermelt paprikából, illetve a hozzáadott karfiol, káposzta, illetve a paradicsomból szoktunk ilyen vegyes vágottakat és lecsót készíteni, illetve van még 0,3 hektár almásunk, körtésünk, illetve szilvásunk, az pedig főként aszalványt csinálunk belőle. Én úgy hiszem, hogy most 70 település van a 228 településből, aki kiállított, illetve a mi fehérgyarmati kis térségünkből vagyunk itt 18-an. Ott annyit kell tudni, hogy 50 főből vagyunk 18-an, szerintem milyenki a legnépesebb járás. Én úgy gondolom, hogy mindenki kitesz magáért, mindenki meg akarja mutatni magát és híreit vinni a településének. Mi is ennek reményében akarjuk ezt a mai napot eltölteni. Bakta Lóránt házán a mintaprogramokban a település rendezési feladatok mellett mezőgazdasággal is foglalkoznak. A mezőgazdasági palettánk az széles. Alapvető ugye a burgonyatermesztés, a hagymatermesztés, különböző káposztafajták termesztése. Ezen túlmenően foglalkozunk kukoricával, almával, paprikával, paradicsommal, tehát ezek azok, amelyek kisebb területen kerülnek megtermelésre, és mint ahogy mondottam, elsősorban a közétkeztetésben hasznosítjuk. A rendezvényt a vármegyei kormányhivatal 6. alkalommal szervezte meg. Román István főispán elmondta, 2014-ben mintegy 60 ezer közfoglalkoztatott volt a vármegyében. A nyilvántartottak száma az elmúlt 9 évben a harmadára csökkent. A mintaprogramok településenként eltérőek, hiszen, mint mondta, a helyi sajátosságokra épülnek.
Ezekhez pedig minden támogatást biztosítanak a pályázóknak. A szociális területtől a mezőgazdaságin keresztül, akár az iparos világ irányába, ez egy rendkívül széles paletta. Itt amikor a döntések megszületnek arról, hogy egy-egy mintaprogram támogatásra kerüljön, akkor nyilvánvalóan megvizsgáljuk ennek a megalapozottságát. Meg ami nagyon fontos a mintaprogramoknál, hogy ezeknél a típusú támogatásoknál az önkormányzatok számára nem csak a közfoglalkoztatói munkabért és járulékait biztosítjuk, hanem a szükséges eszközök beszerzéséhez is a fedezetet. Így lehet az, hogy munkagépeket és különböző eszközöket meg tudnak vásárolni az önkormányzatok. Így gyakorlatilag rendelkezésre állnak azok az eszközök is, amivel azt az adott programot el tudják végezni. A megnyitón az is elhangzott, a kiállításon a résztvevő foglalkoztatók egymás jó gyakorlataival, a látogatók pedig a változatos termékekkel is megismerkedhetnek. Jó látni, hogy milyen értékteremtő munkát végeznek a településeken, milyen kreatívak a polgármester kollégák, akik ezt a munkát szervezik évről évre. Jó látni, hogy ezeknek a programoknak egy része piacképes vagy piacra érett terméket tartalmaz. Az a feladat, hogy minél több piaci munkahelyet teremtsük nyilvánvalóan, és az is örömteli, hogyha ez paradoxnak hangzik, hogyha a közfoglalkoztatók létszáma pedig csökken. Ez végül is a célja a közfoglalkoztatásnak, de biztos vagyok benne a következő évtizedekben is lesz létjogosultsága a közfoglalkoztatásnak, hiszen olyan feszültségek vannak a munkaerőpiacon, amiknek a levezetése, kezeléséhez hozzájárul ez a program. Réti Pál közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár a vármegyével kapcsolatban kiemelte, 2011-től az új típusú közfoglalkoztatási programok elindulásától közel 405 milliárd forintot használtak fel a programok megvalósításához ebben a térségben. A szükséges források az elmúlt években csökkenő tendenciát mutatnak. Amikor elindultunk, gyakorlatilag az új közfoglalkoztatási programokban 2011-ről beszélek, volt egy nagyon magas létszámunk 2016-ban, az volt a csúcs, ahol éves szinten és havi átlagban. Nyilván ez egy éven belül hónapokat tekintve hektikusan mozog, hiszen a téli időszakban leesik a közfoglalkoztatók száma, a nyári időszakban magasabb, az őszi időszakban megint leesik, de 2016-ban havi átlagban 230 ezer főt meghaladta a közfoglalkoztatottak száma, ma pedig azt látjuk, hogy egy 67-68 ezer fős létszámban stagnál a közfoglalkoztatóknak a havi átlag létszáma. Már a tavalyitól is alacsonyabb átlag létszámokat mértünk az idei esztendőben, mint egy 10 ezer fővel. Tehát én azt hiszem, hogy a közfoglalkoztatás egyrészt, másrészt pedig a nyílt piaci folyamatoknak és a kedvező gazdasági konjunktúrának köszönhetően nagyon sok közfoglalkoztatott, aki a közfoglalkoztatási programok keretében szocializálódott, tehát ismételten abból tartós munkanélétből megtanult túlra dolgozni, emberek között lenni, munkautasításokat elfogadni, amit nevezzünk több más tényezővel együtt munkaszocializációnak, nagyon sokan kiléptek. Azt sem szabad elfelejteni, hogy a közfoglalkoztatási programok mellett mindig volt, illetve mögött mindig volt képzési program minden egyes szakaszában a kezdetektől. Most zárunk egy ilyen programot, amelynek az indikátorait bőven 100% fölött teljesítettük. Ebben a megyében és a nagyobb közfoglalkoztató megyékben nagyon sokan szereztek olyan végzettséget, ami olyan betanító jellegű képzést, amivel ki tudtak menni a nyílt munkaerőpiacra. Nagyon sokan szereztek, akiknek korábban nem volt meg digitális kompetenciákat, és nagyon sokan szereztek állam által ismert szaképesítést, amivel a nyílt piacra ki tudtak kerülni. Tehát nem véletlen az, hogy mind a megyében, mind pedig a városban egy nagyon erős közfoglalkoztatási létszám, illetve álláskeresői, nyilvántartott álláskeresői létszám csökkenés tapasztalható. Mennyit költ a kormány a közfoglalkoztatási programokra 2023-ban, előtte akár, illetve a jövőben? 117 milliárd forint az idei keretünk, és 125 milliárd forint van a költségvetésben a jövő esztendőben. Volt olyan esztendő, hogy 300 milliárd forint fölött volt, 326 milliárd forint volt a közfoglalkoztatási előirányzat, ami akkor közel a GDP 1%-a volt. Nyilván ez azokban az időkben volt, amikor a gazdasági válságnak a jelentős nyomai látszottak az, hogy foglalkoztatáspolitikán, akkor a kormányoknak nyilvánvalóan van feladata, a hátrányos helyzetű nyílt piacon elhelyezkedő nem tudó személyeknek munkát biztosítani, értékteremtő munkát, akkor nagyon-nagyon magas volt 2015 és 16-ban ez az előirányzat. De azt vesszük észre, hogy 2016-tól folyamatosan csökken.
A rendezvényen bronz, ezüst és arany fokozatú termékdíjakat is átadtak. Idén a dobogó harmadik fokára a nyírjákújjak állhattak, ahol névre szóló baba kelengyét készítenek az újszülötteknek. A dombrádiak a helyi fokhagymakrémmel ezüst fokozatot, míg a Fábián háziak különleges szőlőlekvárjukért aranyfokozatú elismerést vehettek át. Én egy pár évvel ezelőtt azon gondolkoztam, hogy egy településnek vagyunk valamilyen olyan értéket, egy nevet, ami úgy meghatározza a hagyományét, múltját, értékeit, mert anélkül nincs egy település, nem létezik. Sok mindenben gondolkoztunk, de én úgy éreztem, ez az egyetlen egy hozzánk kötődő, amiben az emberek velejtéke, izzadsága benne volt, és élető erőik volt. A településen, akinek még volt szőlője, azoktól mindig szedtem össze 10-15 szál venyigét, és itt az egyik tájházi területünkön csináltunk egy ültetvényt, 350-380 oltványunk maradt meg, és abból most kialakítottunk egy szőlőültetvény, ami már most már termére fordult, és nem csak mint Otello bor, amit ugye a bortörvény, illetve a rendelkezések ugye nem engedik, de ismerik el, mint borfajtát, hanem mint feldolgozott értékként Otello lekvárt készítettünk belőle, mely lekvárt a közétkeztetésben használjuk föl, oldalában, iskolában, szociális ágazatban, az étkeztetésben, illetve jutatjuk el magasabb szintre, ez is reklámozva, illetve hordozva a településének értékét, őseinek az értékét, méltó múltját. És mit szól ahhoz, hogy most a 26 pályázó közül az önöké lett a legrangosabb díj? Meglepődtem, rengeteg munka volt mögöttünk, ugye néztem az elmúlt éveknek a termidéig, egész nívós dolgok történtek. Szerintem ez így volt megjósolva, jó is így akarta. Munkának a gyümölcse szerintem kifort, mint a jobb volt. A települések hagyományőrző csoportjai is bemutatkoztak. Számos országosan elismert együttes állt a színpadra a rendezvény ideje alatt. Eddig tartott ma a 35 perc. Köszönöm a figyelmüket, számítunk önökre máskor is, viszontlátásra.